Tetlák Hörssel folytatjuk Érd alpolgármesterével, az LMP elnökségi tagjával. Jó reggelt kívánok! Mondhatják nyugodtan a kedves nézők, hogy akkor ők ezt most nem értik. Sóskúti ügyről fogunk beszélni, miért az érdiek jönnek? Nem csak Sóskúti ügy, ugye összeérő településekről beszélünk, ez a tervezett beruházás az érinti Sóskutat, Tárnokot, Érdet, Pusztazámort, de adott esetben meg Biatorbajot és Törökbálintot is. Sóskúton tüntetés lesz, kétnapos tüntetésre készülnek. Miben reménykednek azok után, hogy Gulyás Gergely bejelentette, hogy ez kiemelt kormányzati beruházás lesz, úgyhogy hát ez ennyi. Folyamatos a tiltakozás Sóskuton. Tegnap volt egy babakocsis felvonulás, ahol kisgyerekes családok tiltakoztak a tervezett akkumulátorbontó ellen. Ma délután 6-kor megint lesz egy közös tüntetésünk, holnap pedig lesz egy érdi fórum, ahova megint meghívtuk az Androda képviselőjét, és meghívtuk Garacki András országgyűlési képviselőt is. Valamelyikük visszaigazolta, hogy jön? Én még nem tudok róla, bízunk a csodában. Egyébként úgy gondolom, hogy Garacki Andrásnak előbb-utóbb meg kell szólalni ebben a témában. Tehát volt egy ugye kudarcba fulladt sóskuti lakossági tájékoztató, ahonnan ő ugyanúgy kisonfordált, mint a polgármester. Ezen kívül semmilyen formában nem nyilatkozott még erről a beruházásról. De az egy hónapja volt, szinte napra pontosan egy hónapja. Az alatt az egy hónap alatt szóba állt hivatalosan önökkel, az érdi polgármesteri hivatallal, a sóskutiak közül valakivel, valamelyik szereplő? Nem, az égvilágon semmiről nem tudunk. E-mailekre nem válaszol az Andrada, a polgármesterek megkereséseit is negligálta eddig. Szerintem ez teljes mértékben elfogadhatatlan egyébként. Ugye van ez a társadalmi egyeztetésnek hívott ilyen e-mailes fórum, tehát 8 napja állt és áll még rendelkezésre a bárkinek, akinek lenne hozzáfűzni valója ezzel a kiemelt beruházással kapcsolatban. Ez még nem telt le. A sóskuti civilkör azt kérte, hogy akik egyébként hozzátesznek bármit, vagy elküldik a tiltakozásokat, akkor másolatban küldjék el nekik is. Én úgy tudom, hogy 150-nél több levelet kapott a civilkör, ez azt jelenti, hogy legalább 150-en már kifogást emeltek ezzel a kiemelt beruházással kapcsolatban. Egyébként folyik aláírásgyűjtés is. Sóskuton 1200-nál több aláírás gyűjtöttek, Tárnokon pedig 1700 fölötti ez a szám. Ezt egyébként érdemes kontextusba helyezni, tehát Sóskut egy 3500-as falu, ahol a legutóbbi polgármester választáson kevesebb szavazattal választottak polgármestert. Aki polgármester járt egyszer itt nálunk a stúdióban, aztán elment arra a fórumra, és azóta leginkább úgy tűnik, hogy hallgat. A háttérben azért folynak egyeztetések, mert a sóskuti civil tiltakozás legsikeresebb része az, hogy tulajdonképpen a képviselőtestületet a sóskuti civilek egyezetben maguk mellé állították. Nem véletlenül várja Sóskut azt, hogy mikor lesz kiírva egy helyi népszavazás. Abban a tekintetben... 6 képviselő van, ugye? 6-an és a polgármester. Mind a 6-an azt mondják, hogy ne legyen az Andrade gyár megvalósítva. Legalábbis most az utolsó helyi népszavazási kérdést már a 6 képviselőből 5-en jegyezték, és ők adták be. Ez a folyamat az ott tart, hogy elméletileg május elején helyi népszavazást tarthatnának arról Sóskuton, hogy szeretne a falu még egy akkumulátoripari beruházást látni, és a későbbiekben szeretne még többet. Erről hát, dönthetnének a helyiek. Ha nem lesz kiemelt kormányzati beruházás ez addigra. Hát ha kiemelt kormányzati beruházás lesz addigra, akkor ugye azokon a helyrezi számokon lesz kiemelt kormányzati beruházás, amiben ez a kormányrendelet tervezett módosítása, amiket nevesít. A falu teljes területére viszont ugyanúgy érvényes lesz a népszavazás, úgyhogy ezt mindenféleképpen szerintem meg fogják tartani. Jó, de hát a falu teljes területén nyilván nem lenne akkumulátorgyár, tehát nem tudom, van-e a faluban Petőfi vagy Kossuth utca, ilyenek, Dózsa-György, ilyenek, mindenhol vannak. Igen. Tehát nyilván nem az utca közepére tervezik ezt, hanem mondjuk egy ipari parknak nevezett területre. Pontosan így van egy gazdasági övezet Sóskut szélén az autópálya mellett. Nyilván ez a kis túlzással a világ végéig terjeszkedhetne, nyilvánvalóan ennek szeretnének elébe menni a helyiek. Az, hogy a polgármester azt mondta, hogy ez eleve eldöntött kérdés, azt most az élet nem igazolja? Hát nyilván talán már mondtam ebben a riportban is, hogy a csodában lehet bízni, tehát azért nem mindenből lett kiemelt beruházás, amit annak szántak, ez az egyik része. A tiltakozások számos formája pont erről szól, hogy meg kell próbálni a döntéshozókat jobb belátásra bírni. A másik pedig, hogy ettől még ennek az üzemnek azért engedélyeket kell majd szereznie. Tehát ez még el sem kezdődött, tehát még semmiféle engedélykérelmet tudomásunk szerint a kormányhivatalhoz be sem adtak. Tehát ez még nagyon-nagyon messze van attól, hogy itt egy működő akkumulátorbontó üzemeljen. Ugyanakkor az a hír járta akkoriban még, amikor az első tiltakozás hullám elindult, hogy már dolgoznak az üzemben. Ha nem is termelő tevékenységet folytatnak, hanem elkezdték berendezni azokat a tereket, amiben majd lesz. Hát a legelső hírek is arról szóltak, hogy ők valamilyen ártalmatlan fémfeldolgozással kezdenének, és majd egy felfutási szakaszt követően állnának rá az akkumulátorbontásra, meg az akkumulátor darálásra.
meg az selejtes akkumulátorok elégetésére. Ez az a tevékenység, ami egyébként ezen a telephelyen ebben a formában egészen biztosan nem tud megvalósulni, mert az a raktárépület az erre teljesen alkalmatlan. Ha már Érd, a soskuti polgármester itt az ATV stúdiójában az a védekezett, hogy Érden is van hasonló telep, mondta az érdi polgármesternek, beszélgető társának, és az ellen miért nem tiltakoznak? Mert nem ilyen. Tehát az egy egyszerű műhely, ez a 15 négyzetméteres műhely, ahol kész akkumulátorcellákat rögzítenek egy keretbe. Tehát egy komolyabb autósboltnak nagyobb környezeti terhelése van, mint ennek a tevékenységnek. Amiről itt beszélünk Sóskuton, az pedig egy akkumulátorbontó, egy akkumulátor újrafeldolgozó, ahol az alsó Zsolcára beadott papírok alapján először 10 000 tonna, majd állítások szerint később 20 000 tonna selejtes akkumulátor darálnának el és égetnének el. Hát azért a kettőt elég nehéz összeveszni. Arról, hogy milyen környezeti terhelés jelent egy ilyen gyár, arról mennyi adatuk van? Hát igazából abból tudunk mi is gondolkodni, amit a alsó Zsolcán kudarcba fulladt ugyanennek a cégnek a próbálkozása, amit oda beadtak a környezeti engedélyezési eljárás kezdetén. Ez egyébként jelentős. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy egyébként szakértőkkel is egyeztetve nem nagyon látszik ennek a technológiának az igazán zárt minősége. Tehát mi az, ami garantálja, hogy semmi az ég egy adta világon, ez alatt a darálás és égetés alatt nem kerülhet ki a környezetbe. Látjuk Gödön is, talán már ma is szóba került, hogy egyik pillanatról a másikra egy 10-szeres koncentráció különbség megjelent az NMP-ből, ami egy magzatkárosító oldószer. Ez a tervezett beruházás, ez 800 méterrel lenne egy épülő bölcsödétől, tehát nonsens az egész elképzelés. A civilek között mekkora az együttműködés, és ezt most országos szinten értem, ugye számos helyen tiltakoznak civilek a létesülő vagy megvalósult gyárak működése ellen. Összekapcsolódnak a sóskutiak velük? Maximálisan a sóskutiaknak a legszorosabbak az alsózsolcaiakkal a kapcsolatuk, hiszen ugyanarról a cégről van szó, és egyébként tulajdonképpen ugyanarról a beruházásról, de keresik a kapcsolatokat a sóskutiak is az összes többi érintett településsel, mert ezt egyébként nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezzel a kiemelt beruházással a kormány megint csak azt üzeni, hogy bármelyik magyar település lehet a következő, ahol magasról tévé a helyiek akaratára, a kormány azt kíván tenni, amit csak akar, és bármilyen beruházói igényt hajlandó kiszolgálni, akár a helyiek akaratával ellen. Mondja, hogy tegnap volt egy babakocsis felvonulás. Ki látja ezt? Ki előtt vonulnak fel ilyenkor? Hát a megjelenő stáboknak köszönhetően azért az országos hírekbe is ez bekerül. Sóskutra most hál' Istennek figyel az ország. Ez így van. És remélem, hogy ez így is marad. Én úgy gondolom, hogy ez egy mintaértékű tiltakozás, és egy mintaértékű összezárása. Tehát ilyenkor abban bíznak, hogy mondjuk a beruházó is észhez kap? Hát előbb-utóbb illene neki. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a beruházó egy valódi beruházó lenne, és hogy a tőke milyenségéből kiindulva minden beruházó a lehető legkisebb befektetéssel, a legkisebb ellenállással szeretne a legtöbbet keresni, erre egészen biztos, hogy Sóskuton nem lesz lehetősége. Holnap akkor ismét lakossági fórum, Sóskuton, ma pedig tüntetés, Tetlákörzs. Ma Sóskuton tüntetés, holnap érdekel lakossági fórum, egészen pontos. Majdnem, ma jól mondtam. De így most akkor rendben van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.